Petko Szantner Tibor emlékversenyen veszünk részt itt Bábolnán. Ez egy nemzetközi verseny, ahol nem régen ért véget a junior nagydíj. Egy szenzációs magyar sikernek örvendhetünk. Ifjú Szuhai Gyula győzött, egy horvát versenyzőt épp hogy megelőzve. Mik az első érzéseid? Nagyon jó volt, nagyon nehéz volt a pálya, nagyon technikás volt. És egy összevetés után sikerült győzni, gyorsan kellett menni, mert a második helyezett is nagyon gyors volt. Igen, nagyon gyorsan kellett. Megpróbáltam mindent megtenni. Volt egy előre kidolgozott taktika? Hát igazából nem volt a fordulókon. Fordultam rövidebbeket, és többet mentem. És milyen volt a pálya nehézsége, milyen volt a mezőny, mit gondolsz? Nagyon nehéz mezőny volt, hisz itt volt kis Lizanna is. Nagyon jó volt. Nagyon izgalmas volt az összevetés. Mi volt az elvárás a verseny előtt? Győzelmi reményekkel indultál neki? Igen. Megpróbáltam győzni. Minden nap. És itt több lóval szoktál készülni a versenyekre, több lóval versenyzel. Minek alapján választjátok ki az aktuális lóvát, hogy melyikkel indulsz? Igazából 200 lovunk van, 200 eladó lovunk van. Mindig felülünk, kipróbáljuk, és amelyik stimmel, azzal. És ki segít ebben? Kivel készülsz a versenyekre? Nagy Andrással, apukámmal, Szuhai Gyulával és papommal. Mennyit készültök? Hogyan készültök? Hát a hét elején igazából, mert minden héten versenyen vagyunk, minden hétvégén. Jövő héten is vagyunk Bulgáriában. Tehát a hét elején vannak az edzések, és a hétvégén pedig a versenyek. Igen. És akkor most mondtad, hogy jövő héten mentek Bulgáriába, és mik az idei tervek, mik a célok? Hát az Európa-bajnokság a cél idén. Oda készültök, és mi lesz még előtte? Hol lesz a felkészülés? Hát Bulgária, a Balaton világosan a Future Stars. Igazából egyelőre ennyi. Idén is, mint minden évben lesz országos bajnokság, gondolom erre is készültök? Igen, természetesen. És az, hogy melyik lóval és hogy milyen esélyekkel, ezt lehet tudni? Igazából ezzel a lóval szeretnénk menni, Percy Jacksonnal. És milyen a mezőny, mit gondolsz, kik a vetélytársak? Az öcsém Szuhai Rodrigo is nagyon nagy vetélytárs, Magyar Balázs is, Kis Maja is, a gyerek válogatott.